Minden ötlet számít az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Ez az elve a svájci Louis Palmernek, aki be akarja bizonyítani, hogy sok eszköz áll rendelkezésre a klímacélok elérésére. Egy napelemmel működő, teljesen önellátó, pillangó alakú stúdió apartmannal turnézza körbe a Földet, hogy találkozzon olyan emberekkel, akik már most is klímaprojekteket valósítanak meg. A svájci környezetvédelmi aktivista Louis Palmer feltett szándéka, hogy 3 tonnás járművével megmentse a világot. Ezért világkörüli útra indult, amelynek egyik állomása Berlin. Szeretnénk találkozni világszerte olyan emberekkel, akik tesznek valamit az éghajlatváltozás ellen. Mindegy, hogy cégek vagy magánszemélyek, a lényeg, hogy legyenek ötleteik. Meghívjuk őket a videóstúdiónkba, lefilmezzük és bemutatjuk őket a közösségi médián keresztül, hogy az emberek lássák, van egy csomó megoldás. Hihetetlen, hogy a világot tönkreteszi a szén-dioxid kibocsátás, pedig rengeteg megoldás itt van az orrunk előtt. Louis Palmer válasza a Solar Butterfly. Egy önellátó mobil miniház, amely kerekeken gurul, és 70 négyzetméteres napelem szárnyait úgy tárja szét, mint egy pillangó. Ezek látják el árammal az elektromos autót, amely így naponta körülbelül 300 kilométeres távolságot képes megtenni. A fennmaradó energia a 30 négyzetméteres belső teret szolgálja. Ezzel az árammal nem csak a kávéfőzőt tudjuk működtetni, hanem mindent. A tévéstúdiót, a tűzhelyet, a sűtőt, a mikrohullámú sütőt, a zuhanyzót, az összes kamerát és számítógépet. Mindent, ami az élethez kell. Louis Palmer a Lucerni Egyetemmel együtt 15 hónapig dolgozott a projekten. A Solar Butterfly az első jármű a világon, amely szinte kizárólag tengeri műanyag hulladékból készült, és karbonkibocsátás nélkül működik. Az utazás a tavaly májusi start óta problémamentesen zajlik. Még novemberben is van elég napsütés. Ha nem süt a nap, várnunk kell egy kicsit, vagy új útvonalat kell terveznünk, de eddig nagyon is szerencsénk volt az időjárással. Louis Palmernek nem ez az első környezetvédelmi projektje. 2007 és 2008 között napelemes taxival járta körbe a világot, első emberként egy napelemes járműben. Az új napelemes jármű első ránézésre úgy néz ki, mint egy pillangó, és nem is tévedünk nagyot. Szándékosan választottuk a pillangót, mert a pillangó az az állat, amely képes átváltozni. Hernyóként kezdi az életét, mindent felzabál, amit csak talál a földön. Pontosan ilyen a mi társadalmunk is. Mi is mindent felemésztünk a talajból. Az olajat, a gázt, a szenet. A hernyó viszont megteszi azt, amit nekünk, embereknek is meg kéne tennünk. Hirtelen szárnyai nőnek, elkezd repülni, virágról virágra száll. Nekünk is így kellene tudni megváltoztatni a viselkedésünket. Át kellene váltanunk megújuló energiákra, hogy ne legyen többé szükségünk szénre, földgázra és olajra. Louis Palmer és csapata több mint 200 000 kilométert akar megtenni 4 éven belül a világ körül. Útjuk 6 kontinens 90 országán keresztül vezet majd, mindig olyan új projekteket keresve, amelyek segítenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Csak a napenergia képes megmenteni bennünket a globális felmelegedés okozta legrosszabbtól. Fűthetünk vele házakat, üzemeltethetünk autókat, termelhetünk áramot, sőt hidrogént is, és használhatjuk repülőgép üzemanyagnak. Tehát a probléma 3/4-ét meg tudnánk oldani napenergiával. A Solar Butterfly a tervek szerint 2025. december 12-én érkezik világkörüli útja után a francia fővárosba, éppen a párizsi klímaegyezmény 10. évfordulójának napján.